amikor az LMP, Jobbik vagy az MSZP bármi módon akadályozza az áveréseket, azzal a helyben lakó és gazdálkodó magyar embereket akadályozza abban, hogy az általuk nagy többségben már úgy is használt vagy haszonbérelt földeket megvehessék és sajátjukként műveljék. Felháborító és szégyen, hogy az ellenzék már nem csak Brüsszelben és az Alkotmánybíróságon, hanem a törvényes áverések megakadályozásával is veszélyezteti a magyar gazdák érdekeit, és szó szerint a magyar gazdák útjában állnak, ezzel a külföldi spekulánsok és nagybirtokosok érdekeit védik. A Jobbik és az MSZP támadásai elmér azonban a kormány tartja a frontot. És minden erejével azonban, hogy a magyar föld magyar kézben maradjon. Nem csak politikusként, jogászként is azt merem mondani, hogy ha bármilyen témáról is legyen szó, legyen az például a föld, nek a dolgai. Célszerű utána nézni a jogszabály háttérnek, hogy pontosan egy kormány vagy egy jogszabály milyen a szabályokkal vagy keretek között született. Itt bármilyen jogász vagy éppen jogi végzettséggel nem rendelkező személy, hogyha megvizsgálja a háttér jogszabályokat, egyértelműen azt látja, hogy ez a jogszabály úgy született is akként, hogy a helyi gazdák érdekeit, és itt a kút szó, a helyi gazdák érdekeit egyértelműen képviselje. Tipikus én a helyi dolgozás kérdése. Én füzesavonyi lakosként nem tudnék Budapesten földet venni, mert 20 km-en kívül vagyok. Ez már egy olyan klauzula, ami azon gazdáknak a vételi jogát kizárja, hogy idegen gazdák kerüljenek azon területeken, ahol egyébként helyi gazdák gazdálkodnak. Ez csak egy a sok közül, a sorolhatnám akár reggelig. Tipikusan ez egy politikai fogás, kihasználja az ellenzék, hogy egyszerűen a fogáspontot talált a kormányon. Én nagyon azt gondolom, hogy ha egy akár egy jogi, vagy akár másmilyen vitával kevered az ellenzék nyilvánosan, én azt gondolom, meg kell hátrálni ebben a kérdésben.